Ilyen még nem volt Magyarországon. Nyíregyháza belvárosában ugyanis egy strandröplabdapályát alakítanak ki augusztus 17-18-án, ahol amatőr csapatok versenyezhetnek. Ráadásul nem csak a megszokott időpontokban, hanem akár hajnali 2 óráig. Előnevezéseket is meg lehet tenni, ugye a Facebook oldalon, illetve én úgy tudom, hogy a helyszínen is fogadunk el. Egy 32 csapatból álló táblát szeretnénk összehozni, és hogyha ezt az előnevezésekkel nem történik meg, akkor a helyszínen is lehet majd nevezni. A péntek este hobbi mérkőzések, bemutatók, 2-2 elleni, 4-4 elleni, gondolom én, hogy itt azért a városban, a médiában vagy a városban dolgozó csapatokat is alakíthatnak. A Hübner Kft. Által szervezett sportrendezvény 17-én 10 órakor kezdődik. A verseny alatt ismert DJ-k zenélnek, és számos kiegészítő programmal is várják a versenyzőket és az érdeklődőket. 18-án szintén 10 órakor indulnak a mérkőzések, és addig tartanak, ameddig lesz jelentkező. A rendezvény pénzdíjas, így az első 3 helyezett között 200 000 forintot osztanak szét.